Köszöntöm a Fejérvári Televízió nézőit az évértékelő beszélgetések sorozat következő részében. Már több olyannal találkozhattak, akik gazdasági kérdéseket, általános politikai, illetve városvezetési kérdésekre adtak választ. Én azt hiszem, hogy talán az egyik legösszetettebb kérdés, csomag, csoport, annál is inkább, mert sok olyan belső területe van ezeknek a dolgoknak, hogy ilyen sejtelmesen fejezzem ki magamat, ami magában hordozza a kultúrát, magában hordozza az oktatásnak az a legalapvetőbb dolgait, itt a legkisebb gyerekekre gondolok elsősorban, illetve a szociális tevékenységeket. Az az alpolgármester, asszony, aki ezt látja el, Brájer Éva itt Székesfehérváron, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat itt a stúdióban, Fehérvár Televízióban. Azért mondom, hogy a legösszetettebb, mert azért itt vannak dolgok, amik igazából, hogyha meggondoljuk, akkor nem is nagyon kapcsolódnak egymáshoz, mert most kultúra és szociális tevékenység hogy kapcsolódna egymáshoz. Kapcsolódhat úgy, mint ahogy minden az égvilágon, ami városi, az összekapcsolódik, illetve a bölcsödei, óvodai munkák, hogy jönnek például a kultúrához. De én egészen biztos vagyok benne, hogy ön, hogyha elkezdjük ezt a műsort, akkor már el is fogja tudni mondani, hogy mi hogy jön össze. 2015-öt próbáljuk meg értékelni, illetve azt hiszem, hogy ezt elsősorban önnek kell értékelni, én pedig majd kérdezek, én pedig majd belevágok mindenbe. Én mindjárt kezdjük a gyerekeknél. Jó? Ebben a városban is, de országszerte jellemző volt az elmúlt évben, nagyon sokat beszéltek arról, hogy a gyerekek, akik kapnak most már általános iskolákban is, de bölcsödében, óvodákban, mi nálunk Székesfehérváron is kapnak menzát, étkezést, hogy ezek a gyerekek éhen halnak, az ellenzéktől ezt nagyon sokat hallottuk, hogy gyakorlatilag nem folyik normális étkeztetés a gyermekeknél. Én, ha jól tudom, akkor Magyarországon Székesfehérvár, és ennek a gazdája ön volt, ön találta ki, a tuti menzával megelőzte nem orhosszal, hanem lóhosszal az egész országot, hiszen mi nálunk már ez a fajta étkeztetés, közétkeztetés a korábbi években is mindennapos volt, és természetes volt. Mi csináltunk erről annak idején egy anyagot, és éhező gyereket nem nagyon találtunk, de ez elképzelhető, ez a mi hibánk volt, rossz helyre kopogtattunk be, ön hogy látja? Jó estét kívánok! Hát először is minden mindennel összefügg az én véleményem szerint, de kezdjük akkor a kicsi gyerekekkel és az étkezéssel, bár én az alpolgármesteri posztban nem igazán szeretek politizálni, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez, hogy az országos sajtóból itt pont a karácsony előtt elég folyamatosan csak ezt hallottam, hogy ebben az országban a gyerekek éheznek, azért ez egy kicsit már úgy éreztem, hogy erős túlzás. Azzal együtt, hogy természetesen nem vitatom, hogy lehetnek az országnak olyan sarkai, olyan részei, ahol esetleg egy kicsit, ez egy fajsúlyosabb kérdés. És hogy miért gondolom ezt? Olyan kormányzati döntések születtek, például mondjuk az óvodáztatás 3 éves kötelezettségének a bevezetése, ami a gyerekeket beviszi az intézménybe. Aki pedig nem szeretné a gyermekét bevinni az óvodába. Ez a kormányzati intézkedés, ez egy bevédelem is volt a gyerekeknek? Hát abszolút, természetesen. Adott egy olyan jogkört, hogy egyéni módon felül lehet persze egy kérelemmel bírálni, hogy egyedi esetekben eltekinte a rendszer attól, hogy egy kisgyermek otthon maradhat, de minden esetre vizsgálja a rendszer azt, hogy a gyermeknek hol van jobb helye, az intézményben vagy a családjában. 3 éves kor előtt pedig a védőnői hálózat biztosítja azt, hiszen ott vagyunk a családoknál, a védőnőinken keresztül, a gyermekorvosokon keresztül. Tehát pontosan tudjuk, hogy egy családban, ha probléma van és éhező kisgyerek van, akkor van jelzőrendszer, működik. A 3 éves kor és 3 éves kor bölcsődében és óvodában pedig szintén egy kormányzati döntésnek köszönhetően a gyermekeink többsége ma már ingyen étkezik. Most január 1-től szintén egy kormányzati döntésnek köszönhetően a hátrányos helyzetű gyermekek szünidőben is, téli szünetben, tavaszi szünetben és a nyári szünetben is, egészen picitől a 18 éves korukig a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok ingyen fognak étkezni. Tehát egyszerűen rendszerszerűvé téve ezt a történetet, nagyon-nagyon kétlem, hogy ki tud maradni valaki úgy, hogy nem vesszük észre.
Márpedig, ha baj van és észrevesszük, akkor rögtön ott tud lenni a segítség. Például kimerem jelenteni, hogy Székesfehérváron biztos, hogy nincs éhező kisgyerek. Na nézzük csak, hogy például a bölcsődei étkeztetésnél volt-e olyan fajta, látszik-e olyan fajta igény, hogy igenis mindenki szeretné, hogyha kapna a gyereke megfelelő étkezést, közétkezést bent a bölcsödében. Hát érdekes, hogy... Hiszen ott eldönthetik, hogy ott így van, a gyereket, így van, vagy pedig így ott van. Van, hát ugye ezt kérelmezni kell. Igen, igen. Hát én sokkal nagyobb arányra számítottam, ez nagyon meg is lepett, hogy ez a szám nem lett olyan magas, mint én azt gondoltam. Ugye bölcsődében munkáltató igazolást nem kérünk, nem kérhetünk a törvény szerint a családoktól. Nem tudom, hogy ma a bölcsődében biztos, hogy vannak olyan családok, akik nehezebb egzisztenciális körülmények között élnek, és ezért hozzák a gyermeküket bölcsődébe, mert én, az én véleményem szerint egy közpénzből fenntartott bölcsőde, ami egyébként egy nagyon drága intézmény, ezt hozzá kell, hogy tegyem, azért az lenne a célja, hogy azokon a családokon segítsen, ahol egzisztenciálisan olyan a helyzet, hogy vagy vissza kell a mamának mennie dolgozni, vagy valami oknál fogva a gyermekét egy intézményben kell tudnia. És nyilván a tehetősebbek, akik esetleg meg tudják ezt fizetni egy családi napköziben, vagy egy magánalapítvány által fenntartott bölcsődében, ott azért ugye nyilván nem ott kell a közpénznek segítenie. Azt gondolom, hogyha tényleg a tényszerű valóságot vizsgálnánk meg, akkor lehet, hogy meglepődnénk egy kicsit. De ettől függetlenül ez ma így van, és hát talán akkor egyébként a bölcsődei férőhely hiány sem merülne úgy föl, ahogy esetleg fölmerül, azzal együtt, hogy én most azért olyan nagy problémát egyébként Székesfehérváron nem látok, ennek ellenére dolgozunk, például konkrétan az IBÜ bölcsődénél, ahol ugye van lehetőségünk bővülni, hiszen ott van két gyönyörű csoportszoba, ebben a pillanatban... De akkor ezek szerint hasonlóképpen, mint az ellenzék, önök is gondolkoznak abban, hogy a bölcsődei férőhelyeket bővítsék? Hát most, ha nagyon konkrét akarok lenni, akkor talán még Varosovszki Tihamérnak hívták a polgármestert, amikor az ő talán utolsó évében DNS-né Györgyi képviselőtársammal, aki most szociális tanácsnok, pont ketten jegyeztünk egy olyan bölcsődei előterjesztést, akkor, amit akkor még, mint ellenzéki politikusok vittünk be közgyűlés elé, bocsánat, azóta senki nem tett ilyet, a jelenlegi ellenzék egyáltalán nem, és nagyon büszkék voltunk egyébként erre az anyagra, egyrészt azért, mert szakmailag szerintem ez egy nagyon komoly anyag volt, nyilván nem ketten állítottuk össze, nem volt egy szakmai tím, aki ebben a munkánkat segítette, és az akkori, talán Szociális Bizottság elnöke volt akkor a Márton Zoli, és a Márton Zoltán is méltatta ezt, talán még jegyzőkönyv is van róla. Tehát ez most olybán tűnik, mintha mi nem értenénk, vagy nem szeretnénk ezt, hiszen mi voltunk a kezdeményezői, és azóta is folyamatosan dolgozunk ezen. Természetesen az nem jelenti azt, hogy városvezetőként vagy képviselőként az ember szeretné, hiszen az előbb említettem, hogy azért a bölcsőde egy nagyon drága üzem, és nem feltétlenül csak azért, mert meg kell építeni, hanem azért, mert ezt működtetni kell, és nagyon szoros kötelmei vannak, de az IBLI bölcsődében lenne a lehető legegyszerűbb ezt a bővítést megtennünk, tervezzük is, ebben a pillanatban most már talán javaslatunk is, így van arra, hogy a gyermekorvosi rendelőt hova tudjuk áthelyezni, de hát természetesen ezt nem tudjuk erőszakkal megtenni, ehhez kell partnernek az ott dolgozó gyermekorvos is, de szerintem jó úton haladunk. Az olyan fajta buta nézőknek, nagyon kevés van belőle, én biztos, hogy az vagyok, akik nem tudják, hogy ez nem egy államilag kötelező szolgáltatás, a bölcsődei férőhely, ugye? Tehát itt az önkormányzatok, ha ezt vállalják, saját maguk vállalják, aztán kész, ennek megfelelően nincsen úgynevezett állami normatíva, hogy ezt működtetni lehessen. Hát azért persze nem mindig az államnak az elképzelése, szándéka szabja meg azt, hogy az önkormányzat mit tesz, hanem nagyon sok esetben az, hogy az ember a városában élők életében milyen nehézségeket, milyen problémákat lát. Ha nincs normatív támogatás, vagy nem kötelező egy feladat, gondolok itt pont arra, hogy éppen 2015-ben
szerintem egy olyan feladatot vállaltunk magunkra, amit hát kétlem, bár nincs erre statisztikai adatom, tehát ha véletlenül tévednék, akkor senki ne támadjon meg emiatt, mert nem néztem ennek utána, de nagyon csodálkoznék, ha lenne olyan önkormányzat ma Magyarországon, aki magára vállalta volna azt, hogy például speciális étkezésű gyerekeknek főzzön. Mi 2015-ben, miután azt láttuk, hogy nem bántva a Fejér megyei Szent György kórházat, mert egy olyan intézmény, amit én biztosan nem fogok bántani, de nyilván egy nagy intézmény, talán nem egyik legnagyobb munkáltatójának a konyhája nem igazán alkalmas arra, hogy pici gyerekeknek, speciális étkezésű igényű pici kis gyerekeknek az étkezését biztosítja, és talán nem is azzal volt a probléma, hogy a kórház főzött, hanem inkább azzal, hogy hogy tudjuk azt megoldani, hogy ez déli 12 óra, és nem tudom én 13 óra között egyszerre kerüljön oda minden óvodánkba, mert ugye van olyan óvodánk, ahol... És a csoportfoglalkozásokat vegye figyelembe elsősorban. Akár, és azt, hogy az összes többi kisgyerek mikor ül le ebédelni, és hogyha mondjuk az óvodában csak egy ilyen kisgyerek is van, de hát őt is ki kell persze szolgálni, akkor ő ne 2 órakor vagy 2:30-kor kapja meg az ebédet, hanem a többi kisgyerekkel együtt tudjon asztalhoz ülni. Na, ugye úgy, vannak mindenhol lisztérzékenyek, tejérzékenyek, mindenféle érzékenységgel hát, szenvedő gyerekek vannak, akik szeretnének ugyanolyan normális életet élni, mint mindenki más. Hogy oldják akkor ezt most meg? Most a Tóvárosi bölcsődénkben, ahol ugye korábbi években felújítottuk ennek a bölcsődének a konyháját, hát át kellett alakítani természetesen, hogy megfeleljünk szakhatósági előírásoknak, mert a speciális étkezés, ez egy speciális hátteret is megkíván. Köszönhetően a bölcsődében a konyhán dolgozó szakembergárdának, a bölcsőde vezetőjének, az élelmezés vezetőnek, hogy fölvállalták ezt a feladatot, és nem azt kérdezték, hogy mennyi pénz jár érte. Ezt hozzá kell, hogy tegyen, mert ez a mai világban azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog, úgyhogy ezúttal is köszönet nekik. Ott elkezdtük ezt a munkát, és most ebben a bölcsődében főzünk ezeknek a gyerekeknek. Természetesen szakorvosi igazolást kérünk, mert hát azt kell, hogy mondjam, hogy a mai világban vannak olyan családok, akik szívük joga, én ezt nem minősítem, úgy gondolják, hogy a gyermeküket hús nélkül étkeztetik, ez az önkormányzatnak azt gondolom, hogy ez nem feladata, sőt nem szabad ebben feladatot vállalnia. De ha szakorvosi igazolással jön a szülő, akkor most a bölcsődének a konyháján látjuk el, vagyis erről a konyháról ezt a feladatot. Nem kis feladat ez, és sajnos azt is látom, hogy amíg 10-15 éve még erről nem is volt fogalmunk sem, ezekről a speciális étkezési igényekről, ma már viszont egyre több az ilyen kisgyermekek száma. És ennek a logisztikáját az önkormányzat szervezi meg? Mert ugye ki is kell juttatni ezeket az ételeket, és uram, bocsán, előfordulhat, hogy egy bölcsődéhez csak egy tányér ételt visznek, azért mert csak egy gyerek van, aki érzékeny. Lehet, hogy nem így van, de feltételezem, így van, de igen, van ilyen is. Igen, és már nem csak ebédet biztosítunk, hanem ha a szülő szeretné, akkor 10 órai ebédet és uzsonnát is, és igen, saját szállítóeszközzel, teljesen saját erőforrásainkból. Na, akkor menjük egy lépcsővel följebb az óvodákba. Mi a helyzet az óvodákkal? 2015 hozott-e valami újat? Mi van az óvodai férőhelyekkel? Mi van az óvodai étkezéssel? Stb. Stb. Hát azt gondolom, hogy rendben vagyunk. Nincs férőhely hiányunk. Azt nem tagadom, hogy esetleg városrész és városrész között volt egyenlőtlenség, de hát ezt most pont éppen a Maroshegyen az általam képviselt körzetben... Mondjuk ki nyugodtan, hogy elfogult az alpolgármester asszony, hiszen Maroshegyről jött, illetve Maroshegyet képviselés egyben. Nem, nagyon örülök, hogy a képviselőtársaim is pontosan tudták, mint hogy polgármester úr is, hogy Maroshegy egy nagyvárosrész, és hála jó Istennek sok kisgyermekünk van, családi házas övezet is vagyunk, de van két lakótelepünk, a rádió lakótelep és a vásárhelyi lakótelep, ott van a Sóstó 1, a Sóstó 2, és hála Istennek az általam olyan nagyon nem kedvelt harmatos vagy beruházás még be sem indult, mi lesz, ha beindul? Mert most, hogy bővítettük a Maroshegyi óvodát, és azt kell, hogy mondjam, egyrészt köszönet a hivatal munkatársainak, a beruházási iroda munkatársainak, mert saját hivatali tervezésben egy nagyon esztétikus épület jött létre, kívül is, de belül is gyönyörű volt, és nagyon sokat dolgozott rajta az Ötvös Krisztián. Sokan úgy hívják, hogy sófalva, ami létrejött Maroshegyen. Hát itt a sószobára igen, de szerintem a tornatermünk is gyönyörű. Na, szóval egy nagyon szép épület jött létre, egy nagyon igényes környezet, nagyon korszerű módon.
Úgyhogy, és tele van. Tehát tele vagyunk, hála jó Istennek. Most tehát, így kibővített állapotban is tele igen, lett? Igen, igen, nagyon sok gyermekünk van. De egy város... zárójeles kérdés, hagyd tegyek már fel, hogy Maroshegy minden köszönheti az, hogy erősebb a szaporulat Maroshegyen? Azt lehet, gondolom, hogy nem tudott a város másfele fejlődni. Hát ugye Sóstó egy lakótelep volt az első lépés, aztán jött a Sóstó 2 lakótelep, a Vásárhelyi lakótelepen nagyon sok fiatal család él, és azt gondolom, hogy a Rádió lakótelepen is elkezdődött egyfajta átformálás. Ott is most már több fiatal család él. Vannak még idős emberek természetesen, régi ikaruszosok is, de most már egyre több fiatal költözik ki. Hát most már Maroshegyen azért van egy bevásárlási lehetőségünk, de most nem akarok belemenni a maroshegyi témákba, bocsánat. Úgyhogy vissza is mennék az óvoda városi teljes egészére, az óvodai területre, tehát férőhely hiánnyal nem kell, ilyen problémával nem kell szembenéznünk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek a jogi intézményi összevonások nagyon békésen lebonyolódtak, ezek a folyamatok. Sem a szülők részéről, sem senki részéről egyetlen egy kritika vagy bármilyen levél nem érkezett. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt úgy tudtuk végigvinni, hogy nem kellett senkit emberileg megbántanunk. A jelenlegi óvoda intézményvezetőink kiváló szakemberek, most már az óvodák is beszámolnak a tevékenységükről, és látszik is, hogy a tavalyihoz képest már mennyit léptünk ezen az úton is, a beszámolók tekintetében is előre. Azt kell mondjam, hogy nagyon nyitott, közvetlen légkörűnek érzem a kapcsolatunkat az intézményvezetőinkkel. Elég szépen haladunk az intézményi fejlesztésekben, most nem csak erre a bővítésre gondolok, hanem majd most a 2016-os költségvetéssel is már foglalkozunk, és abban is tervezünk következő intézmény, óvodákat érintve is intézmény fejlesztéseket. Azt hiszem, hogy az óvodáinkban komoly szakmai munka folyik, köszönhetően az ott dolgozó dajkáknak, óvodapedagógusoknak, minden olyan, akár egy udvarosnak, gondnoknak, aki ehhez hozzáteszi a munkáját. Úgyhogy most például egy nagyon érdekes munkába kezdtünk bele, éppen szeretnénk fölmérni és tiszta képet látni arról, hogy pontosan négyzetméterben hogy nézünk ki. Szeretnénk az alapítókiratainkat is rendezni, tisztába tenni ezzel kapcsolatban, ami azért is egy nagyon érdekes kérdés, mert ha bármilyen olyan kormányzati döntés születne, mondjuk a köznevelésben, ami tartalmi kérdéseken változtatna, és esetleg előbb elvinné a gyerekeket, ha nem is iskolába, de egy olyan osztályba, ami átmenet az óvoda és az iskola között, ami fölkészíti, segíti a gyerekeket a kötetlen játékból az odafigyelő, koncentrált odafigyelésre, akkor például egy kicsit szellősebbé tehetnénk a csoportszobáinkat is. Tartok tőle, hogy Székesfehérvár már megint tud valamit, aztán majd ez később derül ki, hogy utána az ország, illetve az országvezetés átveszi. Nem tudom, hogy nem ilyenről van szó. Nyilván nem ilyenről van szó, mert annak idején a Tuti Menza se úgy született, hogy na majd 3-4 év múlva az ország is valami ilyesmit fog csinálni. Ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. A szociális otthonok, illetve elsősorban az idős otthonok, próbáljunk meg róluk is beszélni. Nem nagyon jutott el hozzánk a Fehérvár televízióban, foglalkoztunk szociális otthonokkal, idős otthonokkal, tavalyi évben is, 2015-ben is. Székesfehérvár kevésbé volt a központban. Most nem említem meg, hogy hol milyen jellegű problémák voltak, de azért régen az idős otthonok, hát én kimerem mondani, talán a legelhanyagoltabb intézetek voltak, intézmények voltak. Mi a helyzet Székesfehérváron velük? Hát ugye, ha az én aktív korosztályomnál, ha kicsi gyerekről van szó, vagy idős emberről, akkor azt gondolom, hogy nincs olyan, amikor az ember hátra dőlhet, és azt mondhatja, hogy rendben vagyunk. Tehát ez a két olyan rászorulói csoport, akire nekünk kötelességünk odafigyelni. A gyerekünkről gondoskodni kell, és az idős beteg szülőről is gondoskodni kell. Ezzel együtt én, tehát hogy visszatérjek és konkrétan válaszoljak a kérdésre, biztos, hogy Székesfehérváron is mindig lehet valamit tenni, ha az idős otthonokról beszélünk. De én feltétlenül az idős gondozást nem hozom össze
egy az egyben az idős otthonnal, vagy a szociális otthont meg nem is szeretem, mert nagyon rossz, negatív érzetek tapadnak hozzá. Úgyhogy ez egy kicsit olyan, az ember lelkében nem feltétlenül jó érzést kelt. Hanem beszélhetnénk arról is, hogy otthongondozás, az idős embernek az otthoni a lakásában való gondozásban való segítségnyújtás, és ebben ugye jó pár hónap ezelőtt, pont 2015-ben hoztunk egy döntést, amikor is a korábbi évek még akkor társulásban ellátott családvédelem, gyermekvédelem és idős gondozását egy szakmai területen, bár három külön szakmai csoportban láttuk el, ilyen társulási formában, egyéb környező települések önkormányzataival közös formában. Tehát pár hónappal korábban mi ebből az idős gondozás... Ez a társulási forma egyébként maga a családmodellből született? Hát hiszen... Nem, ez egy jogi megfogalmazás. Igen, én ezt értem, csak hogy a család az alapvető fogalom, hogyha fogalmazhatok ki, azért mert ugye, amit most említem, ebben van a gyermek is, bent van az aktív szülő is, meg az idős ember is. Ugyanúgy, mint ahogy a családokban is bent van. Nem? Igen, de ettől függetlenül én azért úgy érzem, hogy szakmai tekintetben viszont az idős gondozás azért egy kicsit más. És ha már van egy egyesített szociális intézmény, ahol idős gondozással foglalkozunk intézményi formában, akkor én azt gondolom, hogy az idős gondozásnak szakmailag inkább ott van a helye. Hiszen sajnos ma már a családmodellek nem úgy néznek ki, hogy több generáció együtt él, hogy ott él a kisgyermek, ahol a szülő, és ott él a nagyszülő is, ami nagyon szomorú, hogy így van, de hát az élet ilyen. Akkor azt lehet, erre változott a világ. Igen, ez még talán a mi generációnk emlékszik erre, de hát a mi gyerekeink már egyre kevésbé fognak. Egyébként hosszú évekkel korábban ez szintén így volt Székesfehérváron, de aztán előző városvezetések biztos, hogy volt oka annak, hogy ők miért döntöttek így, hogy ezt a hármat összevonják. Na minden esetre úgy helyeztük ezt vissza, hogy mind az Egyesített Szociális Intézmény szakemberei ezzel egyetértettek, és mind azok az idős gondozók, akik korábban ebben a társulásban látták ezt el. Tehát DNS-nél Györgyi képviselőtársammal, aki ugye a szociális tanácsnoki feladatokat lát el, találkoztunk az ott dolgozókkal, nem csak a vezetőkkel, hanem az ott dolgozókkal, és elég alaposan átbeszéltük, előkészítettük ezt, tehát nem egy kényszerként kértük azt, hogy ez megtörténjen, hanem kíváncsiak voltunk a véleményükre, és tulajdonképpen teljesen abszolút egyet értettünk ebben. Ezek szerint egy terv, az már ki van, kialakítottak egy tervet, igaz? Azzal kapcsolatban, hogy az intézmények, akkor én nem nevezem úgy, ahogy az előbb neveztem, az idős otthonok úgy tudjanak működni, ahogy nekik működniük kell. Hát az idős otthon ugye az egy bentlakás, aztán vannak olyan, mint ahogy például Maros-hegyen is, ahol átmeneti otthonként működünk. Van olyan, hogy bemegy az idős ember, ott tölti a napját, de van lakása, jól érzi magát, és késő délután hazamegy. Van, aki ebédért jár be, és az ebédet hazaviszi. És most azzal, hogy az idős gondozás visszakerült, és ott maradt a családvédelem és a gyermekvédelem, és aztán jött egy törvényi szabályozás, aminek következtében mi úgy döntöttünk, pont 2015 év végén egy elég nagy munkát végeztünk el, hogy a családvédelmet és a gyermekvédelmet ezután már nem társulási formában, hanem saját intézményként látjuk el. Úgyhogy Székesfehérvár egy újabb intézménnyel gyarapodott. Ami szerintem, egyrészt én azt gondolom, hogy ez a törvény, ez egy nagyon jó törvény, abszolút szakmai célja van ennek a törvénynek, és bár választhattunk volna egy könnyebb utat is, de mi szerettünk volna, mivel egyetértettünk, és a szakemberek is egyetértettek ezzel a szakmai céllal, úgyhogy mi egy olyan útra léptünk rá, amit nyilván nem fogunk tudni egyik pillanatról a másikra megvalósítani, de elindítottunk egy olyan szakmai folyamatot, hogy a család és a gyermekvédelem az nem különül el, hanem egybeolvad, hiszen egybe is tartozik. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez 2015 gyümölcse. Igaz? Egy pár szót nem tudom, ugyanezekről a területekről, amikről eddig beszéltünk, várható-e valami 2016-ra, megvannak-e már azok a fajta koncepciók, elképzelések, tervek, amit 2016-ban a város esetleg megcsinál, lebonyolít, megszervez, újít, nem tudom.
Hát folyamatosan. Hát ez a szociális intézménynek, ez a munkája ezzel az intézménnyel, ez egy kifejezetten, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas munka. Például pont most az év elején tervezünk olyan tímeket összehívni, amire eddig nem volt példa, és most, hogy ezt a feladatot saját intézményben látjuk el, most például lehetőségünk lesz arra, hogy leüljünk az óvodai vezetőinkkel, leüljünk a védőnőinkkel, akik bent vannak a családban, de ott vannak az óvodáinkban is. Jöjjön ennek a szociális intézménynek az igazgatója és a szakmai csoportok vezetője, akik a családvédelmet és a gyermekvédelmet látják el. Tudjunk leülni a gyermekorvosainkkal, tehát olyan koordinációs megbeszélésekre lesz lehetőségünk, ami aztán még jobban lehetővé teszi azt, hogyha bárhol bármi probléma van egy családban, egy kisgyermekkel, akkor abban a pillanatban ott legyen a segítség. Tehát sokkal élesebbre tudjuk csiszolni a jelzőrendszereket. Ez persze egy nagyvárosban mindig nehezebb, mint mondjuk egy kisebb településen, ahol az ember mindenkit ismer, ugye családias a dolog, éppen ezért ez itt nehezebb, ezért is kell ennek egy motor, vagy egy, nem is tudom, egy lelkület, ami ezt egy védernyő alá hozza, úgyhogy én határozottan nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez a törvény megszületett, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a város így döntött, hogy ezt saját intézményként végzi tovább ezt a feladatot. Na, lépjünk egy új területen, mert közben elszáll az idő a fejünk fölött, kultúra. Kultúra, és én nem mindjárt a nagyvárosi rendezvényekkel kezdeném, nem is a színházzal, de nyilván, hogyha akar, akkor ezekre természetesen beszéljen, hanem a tőlünk távolinak tűnő, de én azt hiszem, hogy Székesfehérvár kulturális alapjai azok valahol ott születtek, Gorziumban, több ezer évvel ezelőtt születtek, és elődeink, őseink tették le a köveket. Én nekem szent meggyőződésem, csak zárójelben mondom, ezek a kövek valószínűleg a föld alatt tovább jönnek egészen Székesfehérvárig. Gorzium, ott egy nagy beruházás kezdődött tavaly, illetve egy nagy felújítás kezdődött tavaly. Arról egy pár szót, hogyha hallhatnánk. Igen, ugye ez egy pályázat volt, ami tulajdonképpen a város a múzeummal együtt örökölt, hiszen a múzeum nem olyan régóta került a városhoz, és hát azt gondolom, hogy nem volt kérdés számunkra, hogy ezt a pályázatot fölvállaljuk és folytatjuk. Bár hozzáteszem, hogy ennek a pályázatnak nagy kötelmei vannak, hiszen nagyon komoly látogatószámot kell majd produkálni a Gorziumnak, és hát azt tudjuk, hogy ma már ahhoz nem elég egy beruházást és egy fejlesztést kivitelezni, hanem ahhoz már marketing kell, sok kreatív ötlet, tehát sok minden egyéb más is. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy Székesfehérvárnak nem ezer éve van, hanem több ezer éve. Egy kicsit talán el is kell ezen gondolkodnunk, és majd az ötleteinket érdemes ebbe az irányba vinni, de nem akarok elébe szaladni az eseményeknek, mert pont jövő héten lesz majd nálam ezzel kapcsolatban egy első nagy egyeztetés, egy elég széles körű, mert azt gondolom, hogy érdemes Gorziumnak és Székesfehérvárnak a történetiségét fölfűzni egy szára. Sokkal izgalmasabbá teszi, összeadódik a kettő. Nagyon érdekes, hogy amíg Fehérvár fentre épült, körülötte a mocsárral, addig Gorzium egy sík terepre. Nagyon érdekes fölvetéseket és gondolatokat szülhet ez egy emberben, és hát ott van a római út, tehát hogy ott vannak-e a kövek a föld alatt, igen, én is azt gondolom, hogy valószínű, hogy ott vannak. Talán emlékszünk arra, hogy volt Gorziumnak florália rendezvénye, talán még akkor, amikor a múzeum a megyéhez tartozott, ami aztán sajnos megszűnt. Hát nyilván most nagyon sok mindenre lesz lehetőségünk. Volt Gorziumban régen, talán még Piros Ildikó neve fémjelezte azokat az ókori drámákat, amit még talán én gimnazista hát koromban is. Együtt igen. Talán mi is, hát nem talán, hanem biztosan voltunk ott, én biztosan voltam ott telekis koromban. Ezt is érdemes ma természetesen nem úgy, nem abban a formában, hiszen közben fölnőttek generációk, akik ma már iPaddel és okostelefonnal szaladgálnak, máshogy kell megszólítani őket, más nyelven kell tálalni, ma már a technika az csodákra képes. Tehát nagyon-nagyon sok frontot nyitottunk ezen a területen, elkezdtünk dolgozni, szeretnénk most marketinggel, kommunikációval ezt segíteni is,
még nagyon sok mindenre van ott szükség. Polgármester úrral épp ma beszélgettünk róla, hogy ahhoz, hogy kiállításokat tudjunk ott rendezni, ahhoz a kiállítás technikai eszközeit meg kell teremteni, úgyhogy ezzel terveznünk kell az idei évi költségvetést. De hihetetlen izgalmas munka, hihetetlen izgalmas feladat, hihetetlen izgalmas lesz kitalálni, hogy hogy újítsuk meg a Floráliát, úgyhogy hát ez is a 2016-nak egy nagyon Gorzium, érdekes munka. Gorzium 2016-ban, Székesfehérvár kulturális kapuja lesz? Azért én, mivel Gorzium és Tác, tehát én Tácot azért nem szeretném kifelejteni, pont hogy ide jöttem, épp a táci polgármestert hívtam telefonon, hogy akkor ők is csatlakozzanak a jövő héten elkezdendő munkafolyamatokhoz, tehát hogy az ember azért a, hogy is mondjam, ne használja ki az erőfölényét, tehát hogy legyen azért alázatos. De azt gondolom, hogy mindez Táccal együtt, Fehérvár, Gorzium történetét, azt érdemes egy kicsit fölfűzni egy szárra, hogy lássuk ezt folyamatában. Hát ahogy indítottam, hogy nem ezer évünk van, hanem több ezer évünk van. Székesfehérvár, akkor legyünk itt a város határain belül. 2015, az mennyire volt? Volt egy 2013-unk, ezt annak idején Szegő Krisztától is megkérdeztem egy pár nappal ezelőtt. Volt egy 2013-unk, Szent István emlékév, amit az ember úgy gondolt, hogy nem is lehet azon már túlmenni, tehát afölé már nincsen, de én úgy láttam, hogy a város nem akar megállni. Hát nem tudom, emlékszem, hogy talán 2013-ban voltam, hiszen amikor elkezdtük, és kicsit átvariáltuk a Néptáncfesztivált, egy kicsit arrébb toltuk természetesen még akkor Botos Józsival közösen, és elkezdtük a szertartási játékot, ezt az egészet, és akkor az első sajtótájékoztatom, megkérdezte, már nem tudom melyik újság, de helyi újságírója, hogy fogja ezt bírni a város. Meg kell mondjam, hogy én magam sem tudtam. Tehát nekem is kérdés volt, hogy ennyi napon keresztül lehet-e érdeklődést nagy számban fönntartani. De természetesen azért persze vannak ennek műhely titkai is, csak ez nem minden véletlenül van úgy, ahogy. És hát rögtön ott volt a tapasztalat, hogy igen. De hogy mit gondolok műhely titok alatt? Hogyha azért megnézzük, nem csak az augusztusnak, hanem egyébként az összes, a teljes városi nagy rendezvény sornak, de most csak az augusztust ebből kiemelve, azért vannak olyan koncertjeink mindig, amelyek mindig más stílusban zajlanak, de mindegyik stílus önmagában magas igényű. Ebben különfajta műfajú zenék vannak. Tehát ugye van operett, mert oda kell figyelni arra, hogy a városban sokfajta zenei igényű közönség van. A szertartási játék megint lehet egy más típusú igény, de természetesen az igények között és a közönség között mindig vannak átfedések. Ugyanígy a múzika szakra, amikor elkezdtük a múzika szakrát, és gondoltunk egy nagyot, és azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt kivinni arra a színpadra, amit a szertartási játéknak építettünk. És természetesen van egy népünnepély része, ugye maga a kűj, a koronázási ünnepi játékok, a maga vásári forgatagával, a piaccal, a gyönyörű bábokkal, a hagyományőrző felvonulással. Tehát az, hogy ennyire fönn lehet tartani ennyi napon keresztül nagy számú érdeklődést, és akkor még nem beszéltünk a hozzánk érkező vendégekről, annak természetesen azért vannak apróbb műhely titkai is. Sőt, akkor nem beszéltünk arról, hogy aztán egészen konkrétan fiatal korosztályt is megszólítanak, hiszen ma már kimondható, hogy a nyári rock rendezvény, amit a Fezen biztosít, és ebben a város is benne van, hát az ország egyik legnagyobb rock koncert sorozata. Igen. És 10 000-vel jönnek a fiatalok. Hát szerintem már, én azt gondolom, hogy nem csak a fiatalok, vagy nem tudom, hogy a mi generációnkat hova kell sorolni, én magam a fiatalok közé sorolom magam, de hát azért szerintem pont a Fezen az, ahol én azt gondolom, hogy nagyon vegyes talán a korosztály a látogatókat tekintve. Hát igen, ez a zenekaroktól is függ nyilván. Nyilván a zenekaroktól is függ, de az is nagyon érdekes, hogy az előbb mondtam úgy, hogy nem csak az augusztus, hanem szinte az összes városi nagy rendezvény, hiszen ha megnézzük, a sportmajálissal nyitunk, a sportmajális, ugye hát egy sportvárosban nem is kell ezt mondani, hogy ez, miért jött ez az ötlet, de hát az teljesen ezt a társadalmi réteget, ezt a közeget szólítja meg. A gyermekfesztivál ugye a gyerekekről szól, és hát a gyerekekről és a művészetről.
zenéből. A Fezen egy könnyű zene, rock zene és ami még belefér, és nagyon érdekes, hogy milyen szinte pillanatok alatt hogy vissza tudott jönni a jazz. Hiszen Székesfehérvárnak... Igen. Ugye? Egyébként valóban valamikor az ős hazája volt Székesfehérvár a jazz zenének, legalábbis befogadóként, és most tényleg bekopogtatott, és azonnal be is esett. Így van, igen. A Videoton Interjazz Fesztivál, az Alba Impro Jazz Fesztivál annak idején azért ez a város, ez jazzben erős város volt, hosszasan sorolhatnánk neveket, és én magam sem gondoltam, hogy hála és köszönet érte azoknak, akik ezt újra életre hívták, és hát azért is... Örülök ennek, nem csak azért, mert én személyesen is nagyon szeretem a jazz zenét, hanem azért is, mert a komoly zenét is, és miután a komoly zenében, hát főként egyrészt azért, mert végre az Alba Reggel Szimfonikus Zenekart azt gondolom, hogy rendbe raktuk, mert megalapítottuk az intézményt, és nem vittük tovább azt a kaotikus helyzetet, amit örököltünk, de én azt gondolom, hogy a jazz és a klasszikus zene azért egy kicsit együtt jár, és ugyanazt a minőséget építi, úgyhogy én kifejezetten örülök annak, hogy a jazz, és nagyon remélem, hogy ez így marad, és támogatjuk is, és tervezünk vele a jövőben is. Csúnyán fejezem ki magamat egy kérdéssel, most már, hogy lassan lejárt a műsoridőnk, hogy hajtunk a kulturális fővárosi címre. Hát most biztos, hogy egyszerűen azt kellene mondani, hogy természetesen igen, és hát természetesen igen, mert legyen egy városnak ambíciója, de azt gondolom, hogy azért vannak előttünk álló feladatok. És bármit, amit szeretnénk, ahhoz, hogy azt jó minőségben és kuráns módon, tehát ne egy szokásos, mert tényleg, hogy kicsit kijöjjünk a tömegből, ahhoz megfelelő szakemberekre is szükség van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy például az egyik előttünk álló feladat volna fölkutatni mindazokat, akik Székesfehérváron születtek, ide jártak középiskolába, de aztán elmentek a kultúra különböző területein tanulni, és esetleg máshol találtak munkát. Nagyon-nagyon érdemes volna őket visszahozni a városba, mert jó szakember gárda nélkül bármit akarhatunk mi, de kevéssé sikerülhet. Én úgy érzem, hogy a városban van erre fogékonyság, ezt mutatja a szertartási játék sikere, ezt mutatja a múzika szakra sikere, ezt mutatják a teltházas komoly zenei hangversenyek, a templomi koncertek, úgyhogy én határozottan azt így érzem, hogy ráléptünk egy nagyon igényes útra, ami nem csak a városvezetés elképzelése, hanem találkozik a város lakóinak az elképzelésével, igényességével. A színházunk kifejezetten azt gondolom, hogy siker. Tehát sosem gondoltam, amikor a Szurdi Mikinél eladtuk a 10 000 bérletet, hát nem gondoltam, és nagyon boldog vagyok, mert természetesen az büszke vagyok a Vörösmarty Színházra jelen állapotában, mert azt gondolom, hogy a Szikora János művészeti irányításával ez pont egy olyan színház egy megyejogú városban, ami igényes, ami abszolút nem, bár nem szeretem ezt a kifejezést sem, hogy népszínház, de abszolút nem egy rossz értelemben vett népszínház, hanem egy olyan igényes színház, amit nagyon sokan látogatnak. És erre szerintem méltán lehetünk büszkék. Szóval tennivaló van azért még bőven, de hát ez egy nagyon izgalmas ambíció volna, úgyhogy majd meglátjuk. Én azt hiszem, hogy ez végszónak tökéletes is. Brian Éva, köszönöm szépen, hogy eljött és elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.